Üdvözöllek! Én Szilágyi György vagyok. Beszéljünk egy kicsit a bináris üzleteknek az előnyéről, ugye azért, mert az FG Express az egy bináris üzlet, és hát elég fontos tudni azt, hogy milyen előnyök járhatnak egy ilyen rendszernek az építésével, hogyha egy ilyen rendszerbe kerülsz. Ugye bináris, két lábat kell építeni, mindenkinek van egy jobb oldali lába, meg egy baloldali lába. Ez az alapvető tulajdonsága egy bináris üzletnek, és hát még egy nagyon fontos jellemzője van, hogy két embert lehet behozni úgy, hogy azok közvetlenül a saját első vonalba kerüljenek. Az összes többi, hogyha kettőnél többet hoz már be valaki, ugye mondjuk a te szponzorod, akkor azok már valahova mélyebben kerülnek be a hálózatba, akár a te csoportodba, a te csapatodba is kerülhetnek. Ez azért nem rossz, igaz? Ezt azért, az azért nagyon fontos tudni, Hogyha alád kerül be valaki, és ő nagyon nagyon jó, vagy több nagyon jó ember kerül be a te csapatodba, akkor az a lábad az nagyon gyorsan elkezdhet épülni. Ez egy nagyon nagyon jó dolog. Ez viszont azt is magával hozhatja, hogy akár felépül az egyik lábad úgy, hogy azt nem te építed meg. Azt azért viszont fontos leszögezni, hogy ezt senki nem ígérheti meg. Tehát ezt nem fogom megígérni én sem neked, hogyha úgy döntesz, hogy hozzám csatlakozol, hogy én föl fogom építeni az egyik lábadat azt sem fogom megígérni, hogy kerülni fog be a te csapatodba ember, olyan ember, akit én fogok szponzorálni személyesen, de azt mondom, hogy előfordulhat. Ez viszont azért jó hír, nem? Főleg, hogyha mondjuk egy olyan ember kerül be, mint, amit az, mint akit az előbb mondjuk példaként fölhoztam, hogy aki szenzációsan jó, örül csak ember fog szponzorálni, nagyon sok vásárlója lesz, hát ebből nem keveset fogsz keresni. Viszont egy nagy előny, ugye ez akár megtörténik, vagy nem, a bináris hálózatoknak egy óriási nagy előnye, hogy csak két lábat kell építeni. Hát sokkal könnyebb, mint mondjuk 5 vagy 6 vagy 10 lábat építeni, ugye, mint sok ilyen üzlet van, ahol az első vonalatba mondjuk 5, 6, 8, 10 embert tudsz elhelyezni, és ennyi lábat is kell építeni. Ugye ez azt jelenti, hát azért kettőt egyszerűbb, mint mondjuk 5 vagy 10, nem? Hát ez azért, ez azért biztos hogyha ugye két lábat kell csak építeni, mondjuk te hozzál be csak személyesen mondjuk 6, 8 vagy 10 embert, mondjuk 8-at, mindegyik oldalon ugye 4-4 fog akkor elhelyezkedni, mindegyikből csak egy vagy kettő induljon el, és kezdjen el nagy üzletet építeni, hát te akkor iszonyatos sok pénzt fog keresni. Ugyanis hát a bináris üzleteknek a jellemzője, hogy óriási módon meg tudnak lódulni, és hogyha a termék is nagyon-nagyon jó, és ha mi esetünkben most ez a helyzet áll fönn, hiszen a termék egy szenzációs jó termék, ami már bizonyított, már sok éve itt van a piacon, elfogy, újra vásárolják, elfogy, újra vásárolják, ez azért nagyon fontos dolog, akkor, akkor ugye magából a termék forgalomból származik, jutalék mi másból, hát akkor egy nagy hálózatnál hát ez óriási pénz lehet, és óriási, bevételt fog neked jelenteni. Még egy dolog, ami a bináris üzletben nagyon könnyen előfordulhat. Nagyon könnyen előfordulhat az, hogy eljut az üzleted külföldre. Tehát valamilyen kapcsolat révén nem a, nem a te kapcsolatod révén, hanem már valahol mélyebben a hálózatodban, valakinek egy külföldi kapcsolata révén mondjuk eljut az üzleted, mit tudom én, Ázsiába, például. Pff, vagy eljut mondjuk Oroszországba, például na hát ne tudd meg, hogy akkor mi fog történni, vagy mi történhet, ugye hát ez vagy bekövetkezik, vagy nem, de lehet olyan szerencséd, vagy lehetsz olyan helyzetben, hogy ez meg fog történni. Ugyanis egy bináris üzletben lehet akár szerencséd is, ilyen módon előfordulhat az, hogy ez meg fog történni veled. És hogyha megtörténhet, akkor ugye Murphy szerint meg is fog történni, hát bízunk benne, hogy így lesz, na hát akkor nagyon komoly történetnek lehetsz a részese. Ugye mi üzletünkben, az FG Express üzletben nagyon egyszerűen lehet kvalifikálni, kettő embert kell összesen személyesen szponzorálnod, ők lehetnek akár vásárlók is, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy aktívak legyenek, tehát minimum 50 pontértékű terméket vásárolnak meg havonta. Amíg ez megtörténik, addig te aktív vagy. Aztán vannak nyilván bónuszok és egyéb dolgok, ezeket most nem, ezekre most nem fogok kitérni, a marketingtervel is meg fogsz tudni ismerkedni, de ugye ennyi a feltétel tulajdonképpen, hogy te aktív maradj és jutalékot kapj. Mindenhez azonban a bináris rendszernek az előnyeihez, aztán ahhoz, hogy ilyen nagyon egyszerűen lehet kvalifikálni, és nagyon egyszerűen lehet aztán majd bevételhez jutni, ehhez kell az is, hogy a termék jó legyen, és jó legyen a cég. Na hát most éppen ebben a helyzetben vagyunk, ugye a cég, ami a Zepgyi Express mögött áll, az egy nagyon nagy múltú, több mint tíz éves múlttal rendelkező cég, a Forever Green, aki nem most kezdte. Hatalmas tapasztalattal rendelkezik, óriási tőkével rendelkezik, tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk most ebben az évben még itt van, aztán jövőre például eltűnik. A cég, vagy nem kell attól félni, hogy nem fogja a jutalékokat kifizetni, tehát ilyen, ilyen nincs, ez nem, nem fordulhat elő. Aztán ugye nyilván a termékek nagyon sok múlik, és a termékeink nagyon jók, ez, ez, ez megnyugtató, hiszen ettől függ majd a, a jutalékod, ettől függ majd az, hogy mennyit fogsz keresni ebben az üzletben, hiszen a termékeket újra vásárolják. Nem csak egyszer fogják megvenni, hanem. Sokszor egymás után minden hónapban meg fogják vásárolni, és ha ez így történik, akkor egy állandó, állandó forgalmad lesz, és egy állandó jutalékod lesz, egy állandó bevételed lesz. Egy óriási előnyelmi üzletünknek, hogy nagyon kevés pénzzel lehet csatlakozni hozzá, ugye ez a körülbelül hát 100 dollár, 97 dollár, ez termékes üzletben, ez, ez nagyon kevésnek számít tehát ez egyáltalán nem sok, és magának az üzletnek a föntartása is nagyon kevés, és hogyha egy picit odafigyelsz csak, és egy picit dolgozol ebben az üzletben, akkor akár a termék értékesítésből a havi aktivitásodat azt, azt könnyedén fogod tudni fedezni, sőt pluszba kerülsz, és ami pluszban kapsz jutalékok és egyéb csapatbónuszok és egyebek, azok már mind-mind csak haba és Bármelyik pillanatban előfordulhat, hogy az üzletet berobban, olyan történik benne, amit most még el sem tudsz képzelni. Úgyhogy hát én csak azt tudom javasolni, hogy használd ki azokat az előnyöket, amik ebben a rendszerben rejlenek, a bináris rendszerben, itt a mi üzletünkben, használd ki a cégünknek, a termékünknek az erejét, a csapatnak az erejét, aki itt Magyarországon fölvállalta azt, hogy fölépíti ezt az üzletet, és hát ha most belépsz, akkor egy jó helyet tudsz lefoglalni magadnak, míg hogyha mondjuk két nap múlva lépsz be, akkor, hát akkor is belehet, persze hiszen bármikor belehet, de akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy sok emberről fogsz lemaradni. Hát ezért nem mindegy az, hogy mikor szánod el magad, és mikor határozod el magad a cselekvésre arra, hogy elindulsz ebben az üzletben. Én csak a támogatásomról tudlak biztosítani, és arról, hogyha elindulsz velünk, akkor a csapatnak a támogatását is élvezni fogod. És csak azt tudom mondani, hogy ne sokat haboz, ne sokat késlekedj, mert sok-sok emberről tudsz lemaradni. Ez a helyzet. Most ebben a helyzetben vagyunk, ezt az időszakot éljük, úgyhogy lehet, hogy jó járná, hogyha kipróbálnád. Nos, ennyit akartam most mondani, köszönöm a figyelmet, további szép napot neked, szia!